országos römikáb verseny, testületi ülés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 10-én 18 óra 5 perckor. Karcagon zajlott a második országos römikáb verseny, amelyen szinte minden korosztály képviseltette magát. A Dériné Kulturális Központ kereteiben működő karcagi römikáb rendezte meg az országos szervezettel a második Karcag Kupa országos römikáb versenyt, melyre 94 versenyző érkezett az ország számos klubjából. Tudtuk meg Kovácsni Kerekes Katalin szervezőtől. Ez a römikáb második Karcag Kupa verseny. A römikáb az egy nagyon remek játék. A táblás römi a magyar neve, és a rabló römi kártyajáték szabályaihoz hasonló módon kell játszani, és hál' Istennek Karcagon már második éve működik a römikáb csoport. Jelentem megduplázódott a létszámunk, közel 30-an vagyunk már, és járunk el versenyekre. Általában havonta egy verseny van az ország különböző pontjain, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt Karcagon második alkalommal kerül megrendezésre ez a remek verseny. Még nem számoltam össze, de ha most felsoroljuk, akkor talán Budapest több kerületéből érkeztek Dunaújvárosról, Felső-Tárkányból, Nádudvarról, Kabáról, Karcagról természetesen. Most így hirtelen ennyi jut eszembe, de nagyon népszerű a játék, és úgy néz ki, hogy ez az ősz igen termékeny volt, hiszen új klubok alakultak Budapesten is több kerületben. A legfiatalabb a 10 éves karcagi Szabó Lackó volt, akit nagymamája hozott be tavaly a klubba, de volt anya-lánya nagymama versenycsapat, a legidősebbek 80 évesek voltak. A legfiatalabb játékosunk Szabó Lackó, 10-11 éves, még mindig ő a legfiatalabb, a nagymamájával játszik. A legidősebb játékosunk a 70-es évek második felét tapossa, tehát a 80-hoz közelít, hál' Istennek. És van egy érdekes dolog, hogy ezen a versenyen egy három generációs család is indul, nagymama, lánya, unokája. Bízunk a karcagiak sikerében, a tavalyi verseny Novák Mihályné, Marika nyerte, ő karcagi, és akkor itt maradt, vagy ő vitte el a Karcag Kupát. Reméljük, hogy most is Karcagon marad a Karcag Kupa. A játék, amely hasonlít a rablórömi kártyajátékhoz, jó agytorna mindenki számára. Ezt már Turi Sándor játékmester mondta televíziónknak. Végül is ez egy kortalan játék, nagyon jól megfogalmazta. A játéknak a lényege, hogy összehozza a generációkat. Tehát a versenyeinken 7 évestől a 88 éves nagymamáig játszanak a játékosok. Tehát tulajdonképpen kortalannak lehet nevezni, igen. Mi a legfontosabb, miben másabb ez, mint egy kártyajáték? Például nem gyűrődik, nem lehet megharapdálni, nem lehet összepiszkítani olyan értelemben, hogy még ha csak kis kézzel a gyerek leül, akkor is utána az ember kis vizes rongyal papírral letörölgeti, és már is tiszta. Én nagyon szeretem, sokkal jobban, mint a kártyát. Többek között ezért is idősebbeknek könnyebb tartókba helyezni, és nem kell a kártyát folyamatosan fogni, idébb-odébb húzogatni. Tartóra föl lehet tenni a köveket, nagyon kellemesen lehet vele játszani, sok kő elfér, sokat lehet húzni, és végül is ez egy olyan játék, ahol a játéknak van egy dinamikája, amikor már sok kő le van rakva az asztalra, akkor kell figyelni, hogy hogyan lehet kombinációkat létrehozni. Van, ahol valamelyik klubban szó szerint így hívják, hogy agytorna a klub. Igen, én úgy érzem, és ezt már orvosilag is igazolták, hogy egy kor fölött már az embernek el kell kezdeni nem csak az izmát erősíteni, hanem fejben is tulajdonképpen összerakni. Ugyanúgy, mint az izom vízből, fehérjéből, zsírból van az agyunk is, tehát karban kell tartani. A legújabb tudományos kutatások alapján azt mondják már, hogy az agysejt és az idegsejt is már újjá születhet, nem olyan mennyiségben természetesen, mint 40 évesen, de lehet újabb ideg és... Az országban idén a karcagi a harmadik legnagyobb létszámú verseny, és jó látni, hogy három korosztály, iskolások, felnőttek és nyugdíjasok együtt ülnek asztalhoz. Ez is jelzi, hogy ez a játék nincs korhoz kötve. Több településen a Szépkorúak Agytorna Klubnak nevezik a römikábot, és hetente tartanak házi versenyeket a tagok. A mai nap az nagyon érdekes nap, három fordulóból fog állni a játék lehetősége. Mind a három fordulóban 4-4 játék van, tehát mindegyik játékos kezd egyszer. Utána, amikor végeztek, akkor a versenylapot leadják nekünk, és akkor húznak újra
egy kis zsákból egy ültetőkövet, ahol meg lesz határozva, hogy melyik asztalhoz, melyik székre kell leülni. Ezt háromszor végezzük el, és a harmadiknak a végén fog kiderülni, ki az, aki a legtöbb nyereséget, legtöbb győzelmet szerezte, illetve ha egyformán győztek, tehát mint hogy 4-4 győzelme van több játékosnak, akkor pedig a pontszám, amit elértek, az fogja eldönteni, melyikük a magasabb helyezett. Most már büszkén mondhatom, hogy országosan is egyre népszerűbb a játék. Ebben az évben 15 versenyt tartottunk, és január 4-én lesz a következő. Az Harkányban lesz, egy pótszilvesztert tartunk tulajdonképpen a játékosoknak, játékosokkal, és most nem tudom még pontosan a számot, de több mint 700-an vettek részt az idei versenyeken, tehát a 20-30 főtől a 100 főig három ilyen nagy versenyünk volt. A másik kettő az Budapesten volt, és itt a karcagi, igen, tényleg megduplázódott. A karcagi versenye most is hazai sikerek születtek. A 96 indulóból 26 volt a karcagi klub tagja, és a három fordulóban mindenkinek volt legalább egy győzelme. Végül ketten dobogósok is lettek. Az első helyen Vince Lászlóné, és a harmadik helyen Kovácsné Kerekes Katalin végzett. A második egy budapesti induló Pécsi Józsefné volt. A Karcag Városi Önkormányzat képviselő testületének legutóbbi soros ülésén díjazottak köszöntésére és általános közmeghallgatásra is sor került. A napirendek megtárgyalása előtt Dobos László polgármester köszöntötte a közelmúlt díjazottjait. Nagy Katalin a Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktív eszközszak ügyintézőjét, aki az október 23-ai ünnepség alkalmából miniszteri elismerő oklevélben részesült. Az önkormányzat nevében Dobos László polgármester szívből gratulált Takácsné Csikós Anikónak, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgató helyettesének, aki a tiszántúli református egyházkerület által alapított református köznevelési díjba részesült. A továbbiakban köszöntötték Jobbágy Ildikó Máriát, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola pedagógusát, aki dr. Fekete Károly püspök és nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes által átadott református nagykunságért pedagógiai díjba részesült. Köszöntötték Tasiné Fajkúciós Ivet rendőrszázadost, a Karcagi Rendőrkapitányság Kunhegyesi rendőrőrs bűnügyi alosztály vezetőjét, valamint Babócsi László rendőrőrmestert, a Karcagi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály járőr és őrszolgálati alosztály járőr vezetőjét, akik a nemzeti ünnepünk alkalmából Jászhegyen Szolnok megyei főkapitányi elismerésben és jutalomban részesültek. Végül Kardos Péter Márton tűzoltószázados köszöntésére került sor, aki a Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság műszaki biztonsági tisztje és október 23-án főigazgatói elismerésben részesült. A díjazottaknak Dobos László polgármester a Karcagvárosi Önkormányzat nevében szívből gratulált és további munkájukhoz erőt és kitartást kívánt. 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a testület a beszámolót a Karcagvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének ettől harmadik negyedévi végrehajtásáról. Karcagi Nagy Zoltán, a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke elmondta, minden a tervezettek szerint megfelelő ütemben zajlott. 9 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta a testület a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot. Megszavazta a testület a Karcagvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot. Döntöttek az egyes haszonbérbe adott termőföldek 2020. évi haszonbérleti díjának mértékéről. Elfogadta a testület a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 2019. évi munkatervéről szóló határozat módosítását. Döntött a testület a Karcagvárosi Önkormányzat közbeszerzési bíráló bizottság létrehozásának módosításáról. Egyhangulag támogatták a Karcagvárosi Önkormányzat és a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálatára tett javaslatot. Megszavazta a testület a Karcagváros településrendezési eszközei 2019. évi második módosításának 8. módosítási céljához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességét.
A képviselők döntöttek, a Karcagváros településrendezési eszközeinek 2019. évi második módosításához kapcsolódó véleményezési szakasz zárásáról. Egyhangulag támogatták a karcagi általános iskolák felvételi körzeteire a Jászhegy-Szolnok megyei kormányhivatal részére tett javaslatot. Dobos László elmondta, hogy átgondolt, körültekintő lépést kell majd megtenni ahhoz, hogy a továbbiakban is olyan emberek kerülhessenek ki az iskolákból, akik hírét viszik a városnak és pozitív példájukkal bizonyítják majd, ahogyan az elődök is tették, hogy milyen komoly alapokat, felkészültséget kaptak az iskolákban. Egyhangulag megszavazták a javaslatot a Medicopter alapítvány támogatására. Megszavazta a testület az Emergency Service Kft. Által ellátott központi orvosi ügyeleti ellátás kiegészítő finanszírozására, valamint az ellátási időszak meghosszabbítására tett javaslatot. Egyhangulag támogatták a Karcag Horváth Ferenc út 3-5 földszint egy szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség a Budapest Hitel és Fejlesztési Bank ZRT részére történő pályázaton kívüli bérbeadásáról szóló határozat módosítását. Megszavazta a testület a Karcag Kossuth tér 5 szám alatti épület egyik helyiségében városi bíróság részére történő helyiségbiztosításról szóló határozat módosítását. Támogatták a Karcag Barosút 44 szám alatti helyiség Magyar Vöröskereszt Jászhegy-Szolnok megyei szervezete részére történő használatba átadásáról szóló határozat módosítását. Egyhangulag támogatta a testület a Karcag Dózsa György út 2 szám alatti 43 négyzetméter alapterületű és 56 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helység Feretrum temetkezési Kft. Részére történő bérbeadását. Egyetértésben döntöttek a Karcag Dózsa György út 2 szám alatti nem lakás céljára szolgáló 37,9 négyzetméter és 24,28 négyzetméter alapterületű helyiségek Kerekes BT részére történő további bérbeadásáról, és a Kerekes BT által bérelt 37,9 négyzetméter és 24,28 négyzetméter alapterületű helyiségek bérleti díj csökkentéséről szóló határozat módosításáról. Döntöttek a Karcag Dózsa György út 2 szám alatti nem lakás céljára szolgáló 148,73 négyzetméter alapterületű helyiség bérbeadásáról. Egybehangzóan elfogadták a javaslatot a Karcag Dózsa György út 2 szám alatti nem lakás céljára szolgáló 90 négyzetméter alapterületű helyiség bérbeadásáról. Egyhangú szavazás követve elfogadták a Karcag Dózsa György út 2 szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségből nyíló belső udvari raktár bérbeadásáról szóló határozat módosítását. Megszavazták a Karcag Ohio tér 2 szám alatti 20,88 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helység Full Autoklinika Kft. Részére történő bérbeadását. Egyhangú szavazás mellett döntöttek a karcagi 546 helyrajzi számú ingatlanból 84 négyzetméter területre földhasználati jog Magyar Telekom NRT részére történő bejegyzéséről. Döntöttek a karcagi laktanyában található 5376/16 helyrajzi számú ingatlanból 800 négyzetméter nagyságú terület Multitech Kft. Részére történő bérbeadásáról. Egyhangulag elfogadták a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A napirendi pontok megtárgyalás előtt kérdések feltevésére volt lehetőség. Szepesi Tibor képviselő felszólalásában elmondta, hogy a városban folyó, a gyors érlelésű internet bevezetését végző szolgáltató szakemberei a lakókra nézve zavaró körülmények között végzik a munkájukat. Felszólalásában azt javasolta, hogy vizsgálják felül, hogy milyen hatékonysággal végzik a rájuk bízott feladatokat. Dobos László polgármester válaszában elmondta, hogy meg fogják vizsgálni a helyzetet, és a szükséges lépések megtételére is sor kerül. Lengyel János képviselő a testülettel ismertette észrevételeit, miszerint a Karcag pusztáról induló majdnem a Bucsai hídlábához a Gyarmati útba torkolló Szilárd útburkolatú önkormányzati fenntartásban lévő mezőgazdasági utat a sertéstelep tulajdonosa lezárta a közforgalom elől, ami ellen a gazdák tiltakozásukat fejezték ki, mivel számos kellemetlenséget okozott számukra. Ennek az ügynek a kivizsgálását kérte a képviselő. Dobos László polgármester és Rózsa Sándor jegyző válaszában elmondta, hogy folyik az üggyel kapcsolatos jogszerűség kivizsgálása, és annak meglétét követően megteszik a megfelelő lépéseket. Andrássy András képviselő felszólalásában
kapcsolatban kérdést intézett Dobos László polgármesterhez a TRV csatornahálózat cseréjének munkálatait illetően. A postai parkoló rendbetétele miatt az Arany János általános iskola bezárását és az épületnek a felhasználását és a Dózsa György út és a Szent István sugár út állapotát érintő kérdésekben. Dobos László elmondta, hogy a TRV az önkormányzat hatáskörén kívülálló feladat, ennek ellenére mindent megtesznek azért, hogy mielőbb elkészüljön az érintett útszakaszon a csatornahálózat cseréje. A postai parkoló rendbetételét illetően a polgármester elmondta, hogy az a posta tulajdonában álló terület és a biztonságosabb parkolási lehetőség megoldása is az ő feladatuk. A megnevezett útszakaszok felújításra irányuló kérdésekben a polgármester arról szólt, hogy szorgalmazni fogja az említett útszakaszok felújítási munkálatait. Dobos László az Arany János általános iskola bezárását érintő kérdésekben azt mondta el, hogy nem az önkormányzat záratja be az iskolát, hanem a fenntartó egy évekkel ezelőtti civil szervezet által kezdeményezett szegregáció feltételezése miatt tett feljelentés okán. Egyelőre viszont az épület még iskolaként üzemel, és a kihasználási lehetőségeiről elegendő lesz akkor dönteni a városnak, amikor a tényleges bezárás éve közeledik. A közmeghallgatáson a felszólalók között volt Király Ferenc, aki a fűtési szezon beálltával arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki lehetőségeihez mérten minél inkább kerülje azokat a fűtési anyagokat, amelyek a levegőt szennyezik. A testület munkaterv szerinti következő ülését december 19-én csütörtökön tartja. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!